Október 23-a óta Horváth Dávid irányítja a jelenleg az MB2-ben szereplő első csapatunkat. A fiatal vezetőedző az elmúlt években többször bizonyította szakmai rátermettségét, jól ismeri a keretet, a legtöbb játékosunkkal eredményesen dolgozott együtt az élvonalban, az MB3-ban vagy az U19-es együttesnél. Az elvárás vele szemben sem lehet más, mint az MB1-es feljutás kivívása. Az elmúlt 4 forduló során 10 pontot szerezve a tabella 3. helyéről várjuk a november 27-i folytatást. Az MTK Budapest U19-es együttese első magyar csapatként történelmet írva tavasszal is folytathatja az UEFA ifjúsági ligában. A november 8-ai sorsoláson pedig az is biztossá vált, hogy az Ajax Amsterdam lesz a következő ellenfelünk az IFI BL rájátszásában.